a református egyházban, vallását gyakorló keresztény ember, és jobb oldalnak vallja magát, és mégsem tetszik neki a lopás. Ugye milyen furcsa? Én gyakorló katolikus ember vagyok, akkor a rendszerváltás előtt is minden vasárnap jártam misére, akkor, amikor még a fideszesek azt mondták, hogy térde csuhások. Én jártam Erdélybe, és nemzeti érzelmi jobboldali magyar ember voltam, akkor is, amikor a fideszesek még kivonultak tiltakozásképpen a trianoni megemlékezésről. Úgyhogy, és én nekem sem tetszik a lopás. Tehát azt gondolom, hogy ma a Fidesz szándékosan igyekszik úgy beállítani, minthogyha az összes jobboldali keresztény nemzeti elkötelezettségű ember az a Fidesz támogatója lenne, és az ellenzék az mind balliberális, ateista, istentelen, nemzettagadó, globalista, meleg, sorosbérenc, zsidó cigány. Körülbelül, tehát ez a baloldal, ezek az ellenségek, mi magyarok, mi keresztények, mi jobboldaliak, mi mind fideszesek vagyunk. Ugye ez a Fidesz narratíva. Nincs olyan cikk a helyi Lázár sajtóban, például Vásárhelyen, ahol a nevem elé ne raknák oda, hogy Vásárhely balliberális polgármestere. De ez akkora hazugság, hogy ezt a Vásárhelyek is csak nevetve intik tovább. Jó, tehát ami bennünket összeköt, még csak nem is a családon és a jobboldaliságon, kereszténységen túl, valami sokkal fontosabb, ami miatt itt vagyunk Zuglóban mind a ketten a mai napon. Ez pedig az, hogy nem az számít, hogy ki a jobboldali, ki a baloldali, az számít, hogy ki a tisztességes, becsületes ember és ki a tolvaj. Csak ez számít. Úgyhogy a mi elkötelezettségünk az elsősorban a tolvajok ellen szól. Én azt is szoktam mondani, hogy a gyökér oka, a legfontosabb probléma Magyarországon az a lopás. Nem. Az összes többi, tudom, ez mind nagyon szomorú, a jogállam leépítése, a demokrácia, a sajtószabadság felszámolása, ez mind borzasztó. De az én számomra mind a lopásból eredik. Ezek elkezdtek lopni, először azzal tudták indokolni, amikor én még a Fideszre szavaztam, és még én 2010-ben is elnézést kérek, a Fideszre szavaztam. Egyébként akkor azt ígérték, hogy aki belenyúl a közösbe, annak levágják a kezét. Ugye én nem látom, hogy a parlamentben Ákos vagy ott, hogy hány félkarú rabló rohangál a parlamentben, nem, még mindig nem vágták le a kezüket, basszus. Na, szóval nagyon szomorú vagyok, hogy ezt az ígéretét nem váltottam be a Fidesz, de nem én változtam, azt is el szoktam mondani. Én akkor még egy Putyin ellenes Európa párti konzervatív pártra szavaztam, ma van egy Putyin párti Európa ellenes kormánypártunk, minősítéstől függetlenül. Tehát a legfontosabb, a gyökérok, az valójában a lopás. Ugyanis azok a bűnözők, akiknek, és itt megint csak jobb és baloldaltól függetlenül, akiknek a legfontosabb feladata, a legfontosabb célja a politizálással, az nem az, hogy önöknek, nektek jobb legyen, nem. Az, hogy megtömjék a zsebüket. Na most ezek az emberek mindenre képesek azért, hogy hatalomban maradjanak. Ezek felszámolják a sajtószabadságot, felszámolják a demokráciát, ugye mindig a demokráciának mindig csak az ellenzék a híve, igaz? Mert ő azt akarja, hogy le lehessen váltani a kormányt. Valamikor, amikor a kormányra kerülnek az emberek, akkor már nem annyira hívei a demokráciának. Ez teljesen természetes, ezért kell az alkotmányban olyan fékeket és ellensúlyokat rakni, hogy ha valaki hatalmon van, se sajátíthassa ki a hatalmat. Attól lett érvénytelen a mai alaptörvény is, még abban is benne van ugyanis, hogy az egyeduralomra, a hatalom kizárólagos gyakorlására törekvés az alkotmány ellenes és alaptörvény ellenes. Hát most folyamatosan ezt csinálják. Tehát 11 éve folyamatosan kizárólagos hatalomra törnek. No, tehát Ákosnak nem csak az elmondottak miatt, hanem leginkább tehát azt az elkötelezettségét ajánlom én az önök figyelmébe, és ez a legfontosabb a mai Magyarországon, hogy ő aztán kímélet nélkül jobb és baloldal, szövetséges vagy ellenség, ahol korrupciót lát, az ellen mindig fölép, mindig fölép. És ellenzékben is vannak sokak, akik úgy gondolják, hogy ezzel ő inkább árt. Itt Zuglóban is, és én nekem a Facebook oldalon is voltak, akik oda kommentelték, hogy miért Zuglóban indul. Hogy itt egy olyan képviselő van, aki már eddig is megnyerte ezt a körzetet, és egyébként valóban én is úgy gondolom, hogy ezt a körzetet 22-ben az ellenzék meg fogja nyerni. Akkor mégis mi a jelentősége annak, egyrészt hogy mert Ákos elindulni Zuglóban, másrészt mi a jelentősége annak, hogy ki lesz itt a képviselő. És én azt mondom, hogy nem Zuglón változtat ez, változtat Zuglón, de nem Zuglóról van szó. Arról van szó, hogy Magyarországon ma a szavazókat három csoportba sorolhatjuk. Vannak a megrögzött fideszesek. Akárhány szájér lejöhet az Eres csatornán. Akárhány mészáros megelőzheti Zuckerberget, a Facebook alapítót a gazdasági listán.
akárhány pedofilt hazamenekíthetnek Peruból. Akárhány tízezres foci meccset rendeznek járvány idején. Akármennyit ellophatnak a Sinopharm vakcinából, amit itt az úriember beoltották vele, nem azért oltották be, mert ez a legjobb vakcina, 79%-os védettséget ad, az összes többi 90 fölött van, tehát nyilván nem ezért vették a Sinopharm vakcinát. 60 év felettiekre nem is tesztelték, még a kínaiak se, annyira alkalmatlan 60 év felett. Nálunk a 60 év felettiek 40%-ának Sinopharmot adtak be. Egyetlen egy jogból, ebből lehetett sokat lopni. Kétszer annyit fizettek érte, mint amennyit Szenegál fizetett, egy átlagosan korrupt afrikai ország. És itt nem csak arról van szó, hogy loptak, ez gyilkosság. Hát könyörgöm, akkor, amikor nincs védettség az idős embereknek, ez a vakcina a típusából adódóan. Hiszen ez egy legyöngített vírus tartalmaz. Ez azoknál az embereknél működik, akiknek robosztus, erős immunrendszere van. Hány magyar 60 év fölöttinek van robosztus, erős immunrendszere? Hát még a kínaiaknak is kevésbé. A 60 év felettieknek. A magyaroknak borzasztó elromlott egészségügyi állapota van. Ez óriási veszély. Nem szabad, egyszerűen nem szabadott volna, ez gyilkosság, amellett, hogy loptak is belőle. Tehát gyakorlatilag van egy harmada az országnak, aki ennek ellenére is tudjuk, hogy a Fideszre fog szavazni. Van egy harmad, aki meg tudja, hogy az ellenzékre fog szavazni, mert azt mondja, hogy ezek elvették tőlem a trafikomat, ezek beoltottak Sinopharmmal, én nekem nem szimpatikus az, hogy a Mészáros verseny nélkül nyeri a tendereket, tényleges verseny nélkül. És bárki legyen, akár egy tolva is, ha indul az ellenzék szívében, én arra fogok szavazni, mert legalább nem ezek. Legalább nem a Fidesz. Tehát van egy harmad, fideszes, van egy harmad ellenzéki. Ezt a választást sajnos egy harmadik harmad fogja eldönteni. Ez a harmadik harmad, ezek olyan bizonytalanok, akik nem hajlandóak a nagy tolvajokat kis tolvajokra cserélni. Akik akkor fognak csak elmenni a választásra, hogyha azt látják, hogy van egy hiteles, tisztességes alternatíva, hogy végre nem csak az elmúlt 11 év rablóit cseréljük le, hanem az elmúlt 30 év rablóit is. Tehát nekünk ellenzékiek, akik már tök mindegy, hogy milyen ellenzéki lesz, akkor is rászavazunk, mi nekünk akkor van esélyünk győzni, hogyha meggyőzzük azt a harmadik harmadot, hogy támogassanak bennünket. Honnan tudom én ezt? Mert Hódmezővásárhelyen megcsináltuk, sőt, ahogy mi mondjuk, megcsináltuk. Hódmezővásárhelyen megcsináltuk, hogy addig az ellenzék vásárhelyen 6000 szavazatot kapott. Ha összeadom a Jobbik, az MSZP, az LMP, mindenkinek a szavazatait, 6000 szavazata volt az ellenzéknek vásárhelyen, a Fidesz mindig kétharmaddal nyert, mert ő 9-10000 szavazatot kapott. Nem fogják eltalálni, hogy hol volt az országban a legmagasabb részvétel 2019. október 13-án. Hát Hódmezővásárhelyen 66% volt a részvétel. 66% volt a részvétel. Azért, akkor lettem én másodjára polgármester. Azért lehettem polgármester, mert ha az országos részvétel lett volna nálunk is, az 48%-os volt, ha jól emlékszem. Akkor biztos, hogy fideszes lenne a polgármester ma. Ugyanis 6000 ellenzéki, 10000 fideszes, az fideszes kétharmad. De Vásárhelyen 13500-an mentek el és szavaztak ránk. És elment a Fideszre 10000, de 13500-al nekünk lett kétharmadunk. És tudják miért? Azért, mert azok az emberek is elmentek addig soha. Akik addig soha. Mert azt látták, hogy van egy tisztességes, hiteles vezetés. Vannak olyan képviselőink, akik nem kivenni akarnak a közösből, hanem hozzáteszik a magukét is a közöshöz. Hogyha hiteles, tisztességes, becsületes emberek lesznek a politikában, akkor a Fideszt kétharmaddal fogjuk elzavarni. Úgyhogy Zuglóban Hadházi Ákos nem csak azért támogatjuk, mert mindenféle ellenzék és kormánypárti korrupciót felszámol, és azért küzd. És hogyha valakinek nem tetszik, mi is vitatkoztunk már arról, hogy például a bíró László korrupt volt, egy nem is én nekem meggyőződésem, hogy nem. De akkor is ki fogok állni azért, hogy olyan emberek legyenek a közéletben, mint Hadházi Ákos, mert igenis szükségem van nekem is arra Vásárhely polgármestereként, hogy Lázár János feljelentsen néha korrupcióért. Január 28-án feljelentett Lázár János korrupcióért, ő maga. Mindig eddig egy strómant kért meg, most ő maga jelentett föl. A rendőrség nagy szívességet tett azzal, hogy kinyomozta ezt. És leírta papíromban róla, hogy minden tisztességes volt a Vásárhelyi busztender során, sőt a Volánbusz is pereskedik éppen emiatt. A rendőrség még azt is leírta, hogy a Volánbusznak pedig nem volt élő szerződése, tehát nagyon jó, hogy Lázár feljelentett. Minden ellenzéki és minden kormánypárti polgármesternek arra van szüksége, hogy annyira alaposan vizsgálják, hogy folyamatosan követség és időnként feljelentsék, hogy tisztességes maradjon, hogy ne merjen lopni. Szoktam mondani, hogy én a templomba járok minden vasárnap, én onnan merítek erőt. Van, akinek azt kell, hogy feljelentsék rendszeresen. Ő meg onnan merítene. Azért lesz tisztességes. A nyilvánosság pedig mindenkinek kell. Ha nincs nyilvánosság, akkor lesz lopás. A nyilvánosság, a feljelentések, a jogállam, a korrupció ellenes küzdelem, attól lesz tisztességes egy ország.
Mindenki azt mondja, persze, világ fideszes polgármesterekkel beszélgetek, elmondják, hogy ők is tudják, hogy lopnak. Ők is tudják, hogy a Fidesz lop. De hát a világon mindenütt van lopás. Mondom nekik, hogy ez igaz, de máshol üldözik. Máshol nem azért van a legfőbb ügyész, hogy kimentse a tolvajokat, hanem azért, hogy üldözze a tolvajokat. Tehát nekünk nagyon sok hatházi Ákosra van szükségünk. Egy nagy tapsot hatházi Ákosnak. Én meg átadom neki a mikrofon. Köszönöm szépen. Én nem beszélek olyan jól. Azt szokták, hogy nem vagyok nagy szónok, mint polgármester úr. Megyesi azzal nyerte meg a 2002-es Orbán Megyesi vitát, hogy az elején ezt elmondta. Viszont általában ugyanolyan sokat beszélek, elnézést kérek, érte? Én is azzal szeretném kezdeni, egyrészt köszönöm a türelmüket, kicsit késtem egyébként részben a korrupció miatt, mert a M0-ás felújításnál is bőven lehetne beszélni, hogy ott hogy történtek a dolgok. Nagy nehezen aztán átadták, most újra lezárták, és ott gyakorlatilag folyamatosan dugók vannak, de én egy másik esetről szeretnék beszélni, amelyik megmutatja, hogy a lopás az nem azért baj, csak hogy kevesebb pénz marad, hanem a lopásba bele lehet halni. Te is beszéltél róla, a kínai vakcinák ügyét, ezt gyakorlatilag nem szabad elhallgatni, és azt gondolom, hogy minden lehetőséget, és ezt a lehetőséget is meg kell ragadnunk, hogy beszéljünk róla, és nem csak azért, mert pont egy perce idejött egy úr, aki azt mondta, hogy utálja a maszkot, de rajta van a maszk, mert ő 18 000 forintért bemérette magát, és semmilyen védettséget nem ad. Ugye itt való igaz, én megtaláltam Szenegálban, fele annyiért vásárolták ezt a kínai vakcinát, Magyarországon pedig behoztak egy olyan céget, amelyiknek egyébként semmi köze nincsen ehhez. Szijjártó ugye dicsekszik Szijjártóhoz van köze. Szijjártó dicsekszik vele, hogy hát ezt ő tárgyalta le, és ez milyen fantasztikus, hogy ő szerzett kínai vakcinákat, de akkor meg miért kellett ehhez egy céget igénybe venni? A magyar Airbus hozta be, a magyar kormány vette egy repülőt, azt hozta be, semmit nem kellett csinálni ezért, viszont valóban a Szijjártóhoz meg van köze, mert a Szijjártó helyettesének a sógora, ő csinálja ezt a céget. Milliárdokat, tehát több 10 milliárd forintot kerestek rajta, és a Szijjártó ugye olyan rendeletet hoztak, hogy a Szijjártó engedélyezte ennek a vakcinának a beadását. Én hónapok óta mondom, hogy nem, tehát a WHO előtt mondtam, tehát semmilyen, egyetlen egy vizsgálat nem igazolta 60 év felett, hogy mekkora a hatása ennek a vakcinának. Ma már a kormány egyébként ezt nagyon pontosan tudná. Tehát a kormánynak két gombot le kell nyomni, és meg tudja mondani, hogy 60 év felettieknél mekkora a védettség. Nem mondja el, elmondta helyette a videótól, én nagyon csodálkozom egyébként, és de nagyon tisztelem azt a vezérigazgatót, aki azt mondta, hogy leteszteltettük a mi dolgozóinknál, és 60 év fölött harmada a dolgozóknak semmilyen védettséget, se ellenanyagos, se sejtes védettséget nem élvezett. Ez azt jelenti, hogy 500 ezer embert beoltottak, 500 ezer idős embert 60 év fölött beoltottak ezzel a vakcinával, és ez azt jelenti, hogy körülbelül 150-160 ezer embernek semmilyen védettsége nincsen. Ez a lopásnak a következménye. És akkor persze tovább is mehetnénk, hogy nem kell csak a járványra gondolni. Minden évben körülbelül 20 ezer olyan magyar ember hal meg, aki gyógyítható lett volna. Ez egy régebbi statisztika, ezt tulajdonképpen erről is minden héten, minden nap beszélni kellene. Az egészségügyből ugyanúgy kilopják a pénzt. Azt szokták mondani, hogy ők mennyit fejlesztettek. Én meg nem tudom, én 10 olyan projektet mutattam legalább, ahol teljesen egyértelmű, hogy dupla áron vásárolták meg a dolgokat. A lélegeztetőgépeknél 3-4-szeres áron vásároltak meg dolgokat. A maszkgyártó gépsort 10-szeres áron vásárolták meg. Ez gyakorlatilag, ennek viszont halálos áldozatai vannak. Halálos áldozatai vannak. Na most az a muszáj ugye a vádakkal is ugye foglalkozni, mert ugye azt mondta valaki, hogy én a mandátum miatt vagyok itt. Igen, elismerem. Tehát amíg van maradéka a parlamenti demokráciának, ugye most már csak a látszata van maradéka, de addig azért egy politikus az be akar jutni ugye a parlamentbe. Kérdés, hogy mit lehet ott elérni vele, szerintem el lehet, csak nem úgy, ahogy most a többség csinálja. De én a mandátumot itt nem így értem. A mandátumnak ugye az a
tágabb. Nem azt jelenti a mandátum, hogy van egy szék, amire rá van írva a nevem, meg elmegyek a fizetésért. A mandátum az egy felhatalmazást jelent. És én felhatalmazást kérek, és felhatalmazásra van szükségem ahhoz, hogy azokért a valódi változásokért, amit nagyon sokan, nagyon sokszor váltunk már, 4 évente mindig, hú, jön a változás, lesz ugye felelősségre vonás, és majd a következőknél majd nehezebb lesz, hogy nem engedik meg sajátjaiknak. Ez az, ilyen egyszerűen meg lehet mondani, mi a változás. Legyen végre egyszer az elkövetett bűnöknek jogi következménye, és hozzunk olyan törvényeket, hogy a mi oldalunkon, ha valaki kísértésbe este, mert lesz ilyen, hát miért ne lenne, akkor annak nehezebb dolga legyen, illetve ott is legyenek következménye a dolgoknak. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, egy pillanat végigmondom, és akkor utána lehet kérdeni. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz felhatalmazásra van szükség. Mert ugye a Fidesz ezt nagyon nem szeretné, és nyilvánvaló, hogy vannak ezen az oldalon olyanok, akik meg ezt nem annyira szeretnék, mert nem. Aki azt mondja, hogy az egyik oldalon csak ördög van, a másik oldalon meg csak szent van, az hazudik önöknek. Tehát én nekem felhatalmazás kell, és azt néztem meg, tény, hogy megnéztem, és láttam, hogy mi történik Zuglóban, tényleg sok rokonom van itt, és tényleg éltem itt, de ha nem lenne, akkor is csak meg kéne nézni a szavazási eredményeket, meg el kéne olvasni az újságokat, és azt láttam, hogy kevés olyan körzete van Magyarországnak, amelyik jobban látja, hogy itt micsoda változásokra van szükség, és amelyik nagyobb felhatalmazást tud nekem arra adni, hogy ezekért a gyökeres változásokért küzdjek. Egyetlen egy dologhoz csatlakoznék még itt a félkarú emberekhez, ugye, mert hogy hívják azt a polgármestert? Ugye már nevét se tudjuk, 12. polgármester lett, aki ezt a félkarú, Pokorni, ő mondta ugye ezt a félkarú dolgot. Ugye ez nagyon jól hangzott akkor, tehát annál keményebb kommunikációs eszközzel nem lehet megígérni, hogy mi majd ezen túl nem fogunk lopni. De ez most már kevés lenne. Tehát most én mit mondjak? Mondjam, hogy le fogom neki vágni valamelyik másik testrészét? A fejére gondoltam. De ez már kevés, ezt már kiveszi be ezután. Tehát ma már nem tudok elképzelni olyan kommunikációs trükköt, vagy olyan Facebook bejegyzést, vagy olyan plakátot, amivel el tudnám hitetni az emberekkel, hogy mi tényleg máshogy fogjuk csinálni. Tényleg meg fogjuk csinálni azt a elszámoltatást, nem szeretem a szót, mert aki ezt ígérte, sose csinálta meg jogi felelősségre vonást, és tényleg fogunk olyan törvényeket hozni, amelyekben megnehezítik azoknak a dolgát, akik esetleg megtévednének a következő úton. Én azt gondolom, hogy ezt csak megmutatni tudjuk. És ezt úgy tudjuk megmutatni, hogyha a mi oldalunkon is beszélünk a dolgokról. Ne legyenek kétségeink, a kormány propaganda a mi oldalunkon a kismacskából is elefántot tud csinálni, és az elefántból is kismacskát tud csinálni, meg az egeret tud, ezt meg lehet fordítani. De ha mi nem beszélünk, és nem látják, és nem süt le rólunk, hogy mi tényleg változást akarunk, akkor lehet, hogy lesz kormányváltás, de sokkal kevesebb lesz az esély rá, mint ahogyan azt szeretnénk. Hát ugye keresztbe dicsérjük egymást. Én azt gondolom, hogy vannak olyan, hála Istennek több jelölt is van, akiknél én azt gondolom, hogy komolyan gondolják ezt a dolgot. Vannak olyan jelöltek is, akiknél félő, akik egyébként nagyon kompromisszumkész jelöltek, és azt gondolom, egyébként minden miniszterelnök jelöltnek megvan a maga előnye. A kompromisszum az egy nagyon fontos, ugye a politikában nagyon fontos a kompromisszum. De ez egy nyelvtani kérdés, ezt el szoktam mondani, ugye tanultuk az iskolába, utáltuk ezt, minek kell nyelvtan tanulni, hogy rokonértelmű szavak, nagyon sokan nem szerették ezt. Pedig nagyon fontos, mert ugye a rokonértelmű szó, ugye a megalkuvás, meg a kompromisszum. És ezt nagyon-nagyon meg kell tanulnunk, hogy mi a megalkuvás és mi a kompromisszum. És én azt hiszem, hogy a korrupció ellen egész egyszerűen bármilyen engedmény, az már megalkuvás, bármilyen a legkisebb engedmény is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is! És arra kérem akkor önöket, hogy miniszterelnök jelölti kampányomban támogassanak engem, aki meg tudja ezt tenni, itt alá tudja írni a hívünket, és a helyi országos egyéni választókörzetben, Zuglóban pedig támogassák Hatházi Ákost. Köszönöm szépen, és jöjjenek közelebb, beszélgessünk. Köszönöm!